Köszönöm szépen, és én is üdvözlök mindenkit. Amit Sanyi elmondott, azt kicsit bővebben kifejteném, hogy a HVG-nél egyrészt a hvg.hu rovatvezetője vagyok, most már tech, tudomány és autó témában is, és emellett a heti lapnál is ugye integrálódott a szerkesztőség, és a magazinoknál is a HVG magazinjában is dolgozok. Ami miatt ezt elmondtam, az az, mert következő ilyen, illetve majd kettővel később lesz arról szó, hogy hova is kell belekerülni. Szerintem az online-ba, és mindjárt elmondom, hogy miért. Előtte szeretném, hogyha 10 másodpercnél ma csendben emlékeznénk valamire. Nem mondjuk, ez meg volt. Ennyi idő alatt hal meg egy rosszul megírt közlemény, és kerülj a kukába. Nem hangzik, tehát olyan viccesnek hangzik, hogy 10 másodperc, ez biztos túlzok, és jóval többről van szó valójában, nem, tényleg 10 másodperc. Tehát, hogyha megkapok egy közleményt, aminek mondjuk a címe adott esetben abszolút nem izgalmas, megnézem, hogy van csatolva egy 10 megás PDF mellé, akkor rögtön mondjuk a telefonon nézem, akkor jobbra húzom és törlöm az e-mailt. Tehát akármilyen jó ötlete és vállalkozása van valakinek, hogyha ezt a 10 másodperc alatt nem nyeri meg a szerkesztőt, az újságírót magának, akkor nem fog bekerülni a médiába. Tehát amit mondtam, hogy hova is kell bekerülni, ugye mindenki azt mondja, hogy a tévé a legnagyobb ilyen véleményvezér médium, ha úgy tetszik. Erre szeretne rácáfolni a Reuters felméréséből ez a grafikon. Azt mutatja, hogy melyik korosztályban, melyik az elsődleges hírbeszerző platform. Jól látszik, hogy a tévé a fiatalok körében egyre kevésbé meghatározó, és mindenki az online-ról tájékozódik alapvetően. Ugye ez azt is jelenti, hogy a televízióban dolgozó mondjuk 44 év alattiak is főleg az online-ról tájékozódnak, és úgy kerülhet be a tévébe valami, hogyha az a neten már megfutott az adott kört. És hát ugye minden ilyen előadásnak van egy olyan problémás pontja, hogy a hallgatóság azt várja, az előadó pedig azt szeretné átadni, hogy hogyan is működik valami, milyen lépéseket kell megtenni ahhoz, hogy működjön. És erre nemrég hallottam egy nagyon érdekes anekdotát. Nagyon szörnyű idő volt, Puskás öcsiek játszottak egy meccset, össze-vissza zúgott az eső, latyakos volt a pálya, a passzok azok nem oda mentek, ahova rúgták őket, hát a kapu közelében nem jutott labda. És utána állítólag Zelk Zoltán kérdezte meg, ugye utána úgy volt régebben, hogy a sportolók és a értelmiségiek leültek egy presszóba, és ott beszélgettek, és megkérdezte a Puskás öcsit Zelk Zoltán, hogy hát öcsét mondja már meg, hogy azt néztük, hogy le kéne fúrni az egész meccset. Hogy lehet ilyen időben egyetlen meccset tartani, mindenki össze-vissza lőtt, katasztrofális volt, de amikor maga lőtte meg a labdát, akkor azért az odamentolva szánta, hogyha kapura rugott, akkor gól lett belőle. Mi ennek a módja, hogy mi a technika? Sajtag azt mondta Puskás öcsi, hogy hát művészként úgy kell rugni. Tehát igazából itt is erről van szó, tehát hogyan kerüljünk be a médiába, és hogyan írjunk mondjuk jó közleményt, hát úgy kell rugni, tehát ennyi a trükk. És nagyjából van egy ilyen, mondjuk 100 feltétel, ha van ennek, akkor a 100. az mindig az úgy kell rugni, úgyhogy nem egészen tanulható a folyamat, de azért megpróbálok mégis hasznos infokat átadni. Hát ott gondolom mindenki ismeri, Update Norbiról van szó. Aki nem is olyan rég írt egy nyílt levelet Mark Zuckerbergnek, talán erre is többen emlékeznek. Valószínűleg egy ember nem emlékszik rá, pedig Mark Zuckerberg, mert ő nem olvasta. Norbi azt írta, hogy észrevettem, hogy nem engedett, hogy a rajongóim elolvassák a híreimet, a 90%-ukat blokkolod, blablabla, bla, bla. És a végén ott van ez, hogy azoknak az embereknek sem engedi a Facebook eljutatni a híreket, akiket Norbi mindenféle nyereményjátékokkal és pénzes hirdetésekkel gyűjtött. Na most, hogy rögtön rácáfoljunk Norbira, ezt a hírt megírtuk, és kitettem a HVG-tek akkor 53 ezer rajongós Facebook oldalára, 24 óra alatt 40 ezeres elérésünk volt, ami nem tudom hány százalék, de azt gondolom lejön, hogy nem a 90%-ot blokkolta a Facebook. Úgyhogy a lényeg az, hogy ha jó tartalom van, akkor az át fog jutni a médián. Itt ugye Norbi azt a hibát követte, és szerintem azt követik nagyon sokan el, hogy érdeklődést próbálnak vásárolni. Ez most ugye a Facebookra vonatkozik, nem a szerkesztőkre, ott is nyilván lehet érdeklődést vásárolni, de hogy nem az érdeklődőket kell megvenni, hanem jó tartalomra kell kifizetni pénzt, ingyen nem fog menni, azt tényleg szeretném hangsúlyozni, minden konferencián elmondom. Ahhoz, hogy valaki jó tartalmat állítson elő, az időt és energiát kell belefektetni, vagy meg kell fizetni egy szakembert. A második az, ami rövid távon működik, az első pedig a magunk fejlesztése, az hosszabb távon kifizetődő.
És hát valahogy így képzelem én el ezt az egész játékot és folyamatot, ami a tartalom készítők, most divatos szóval tartalom marketingeseknek hívunk mindenkit, aki tartalmat állít elő és szeretne bejutatni a médiába. A tartalom készítők és a média szakemberek között zajlik. És ott van ez a csúnya egy fekete sáv középen. Én ezt vagy úgy gondolom, hogy mondjuk itt van valahol a tartalomkészítő, és itt van az újságíró, és igazából szeretne neki passzolni a tartalomkészítő, csak nem látja attól a fekete sávtól. Mert az egész lényege, az mégiscsak egy gól lenne, és konkrét példát mondok. Volt olyan, hogy megkeresett az egyik szélszesünk, és közölte, hogy a... Nem szeretek ilyen rébuszok beszélni, úgyhogy az egyik nagyvállalat a Cisco-tól érkezett felé a megkeresés, hogy miért nem közlünk mi le híreket a Cisco-t, amit küldenek közleménybe. És neki mondtam, hogy gondold végig a folyamatot, ha mi kapunk egy olyan hírt, ami jól meg van írva, mondjuk 5 perc munka van bele, és cserébe elolvassák 50 ezeren, akkor hülye lennék nem kitenni, hiszen 5 perc munka volt vele, és ömlenek a látogatók. Tehát a mérkőzés nem csak a passzoló szeretné megnyerni, hanem a végén az újságíró is, tehát ha jó passzot kap, akkor be fogja rúgni. Úgyhogy nem igaz ez a feltételezés. Nagyon sokan gondolnak erről az egészről, hogy a PR-esek, vagy tartalomközlők és az újságírók utálják egymást. Ami mégis van alapja, de nem az utálatnak, hanem amiért ezt gondolják emberek, hogy ugye mit lát a PR-es, vagy mit lát az intézményi kommunikátor. Elküld egy közleményt, vár, mindig nem hozták le, mindig nem. Hát ez milyen hülye újságíró, soha nem írja le. Jó, megjelent a hír, nem úgy van leírva benne, ki van véve a fele, stb. Itt lát az újságíró, megjön a 47. közlemény, megint PDF-be van, megint ilyen idétlen címe, hogy lehet ilyen közleményt írni. Utána hívogatja őt a PR-es vagy a tartalomközlő, hogy miért nem hozzátok már le, mi van már. Tehát így kicsit idegesíti magát mindenki, itt főleg a másikat. De például nekem is van olyan PR-es ismerősöm, akinek várom a közleményeit. Mert tudom, hogyha ő küld közleményt, akkor az biztos, hogy egy érdekes témára fogja írni, normálisan lesz megírva a közlemény, nem másfél óra alatt tudok belőle írni egy hírt, amit nem fogok megtenni, mert nincs annyi időm. És ő is tudja, hogyha küld valamit, akkor az jó esélyen meg fog jelenni, mert ő normálisan küldi el. Tehát ez lenne a cél, hogy mind a két fél örüljön, és ez az, amit hát nem olyan egyszerű elérni. Például a HVG-nél egy nap, egy átlagos nap, hétvégét is beleszámolva az átlagba, 200 hír jelenik meg, ami 1400, ha jól szorzom be héttel. Most 1400 hírbe egy héten azt gondolom az ember, hogy könnyű bekerülni, de nem. És tényleg azért nem, mert olyan napi 30-40 e-mailt kapok mondjuk én közleményben, és mondjuk ilyen 100-150 külföldi hírt olvasok el, tehát ebből azért nem olyan feltétlen könnyű kitűnni. Szerkesztőség felépítése, nagyjából szerintem mindenki sejti, amiért mégis felhoztam ide, mert szoktak elkövetni rossz példákat emberek. Van a főszerkesztő. Sokan neki küldik a közleményt, mert hogy hát ő a főszerkesztő, akkor majd ő biztos elintézi. Nem. A főszerkesztő általában törli ezeket az e-maileket, vagy továbbítja nagyon néha, de ugye nem neki szól, tehát úgy van belőle, hogy jó van, ezt majd akkor elkülditek másnak is. Van a rovatvezető vagy szerkesztő, az újságíró és a fotós. Hát a fotósnak senki nem küld közleményt, úgy gondolom. Szerintem az is hiba, ha valaki az újságírónak küldi a közleményt, mert az újságíró oda mehet a mondjuk a rovatvezetőzött szerkesztőt, és azt mondhatja neki, hogy hát találtam egy ilyen jó témát, szeretném, ha foglalkoznánk vele. De az újságírót még meg kell győzni a rovatvezetőt. Tehát, hogyha közleményt küldötök, egyiket magázóba akartam mondani, tehát küldötök, akkor érdemes ezt a szerkesztőnek vagy a rovatvezetőnek küldeni, mert hogyha ő mondja az újságírónak, hogy erről írjunk, akkor arról biztos, hogy írni kell, hiszen ő az újságíró főnöke. Az újságírónak még pluszul meg kell győzni a rovatvezetőjét vagy a szerkesztőjét, hogy szülessen anyag. És hát van a szélszes, ami ugye egyre inkább összemosódik sajnos, de szerintem a szélszesnek nem jó küldeni közleményt, mert általában oda megy az újságíróhoz, hogy nézd, a partnerem küldött ilyen közleményt, és hát ha írnánk róla, tudod, akkor majd később hirdetne. Szerintem ez elég szerencsétlen modell, és például a HVG-nél a szélszesekkel mi csak ilyen ünnepi alkalomkor beszélhetünk, tehát el vagyunk tiltva egymástól direkt azért, hogy ne lehessenek ilyen összefonódások, ahogy tetszik. Hát hogyan írjunk? Alapvetésnek tűnhet, és kicsit olyan, mintha ilyen újságíró, vagy ilyen online újságírás is tanítok, és mintha ezen a kurzuson beszélnék, mert alapvetően szerintem az a jó tartalommarketinges, aki éppen, hogy meg nem írja a cikket,
egy az egybe, amit le tud közölni a médium. Miért? Az újságírók, mint mindenki más, szeretnek minél kevesebb energiabefektetéssel minél nagyobb sikert elérni. Tehát ha ott van egy kész cikk, akkor azt is jó, akkor azt jó esetben be fogják tenni a lapba. A jó cím az ugye megnevezi az írást és kifejezi a tartalmát, és ami nagyon fontos, a harmadik pont, hogy kiemeli a többi tartalom közül, és felkelti az újságíró érdeklődését. Tehát mikor olyan közleményt kapok, hogy a kedves Balogh Csaba, az adatközpontok hűtésének 37%-kal olcsóbb megoldása, akkor ezt már majdnem nem is értem, viszont biztos, hogy nem fogom lehozni. Tehát ez egy nem jó cím, fontos, hogy valamiért megragadja a figyelmemet ez a cím, és úgy gondolom, hogy érdemes vele foglalkozni. Viszonylag rövid és érthető, de ugye például rövidítéseket ne alkalmazzunk. Az első az egy rossz cím, nem olvasnám fel, hogy megalakult ez a Jászlón-Szolnok megyei blablabla bizottság. Viccesnek tűnik, de ilyen közleményeket szoktunk kapni, tehát minek ez a címe. Ez élből törlöm. Ugye ez sem szerencsés, hogy megalakult a INSM-PITKVSRB, mert ezt meg nem érti senki. A zöld az ilyen kb. Szerencsés, bár kicsit száraz. Itt látszik, hogy a címben nem kell elmondani mindent. Nem az a cél, hogy a címben legyen maga a közlemény, hogy csak hívjuk fel az újságíró figyelmét erre. Hát meg ilyen finomságok, hogy a cím végére nem kell pont, írásereket ne halmozzuk, mert nagyon komolytalan, amikor egy egyébként komoly szervezet három felkiáltójeles címmel küld egy közleményt, illetve kerüljük a többszörös birtokviszony, mondjuk elkészült a Microsoft operációs rendszer legújabb változatának javítása, ez elég szerencsétlen megfogalmazás. Ezek mind-mind apróságok, viszont hogyha mondjuk 3-4 ilyen apróság el van rontva, akkor az lehet, hogy azt jelenti, hogy nem kerül be, mondjuk, mert a szerkesztő úgy ítéli meg, hogy jó, ezzel nem foglalkozok, mert sok munka lenne vele. És mit csinál egy közlemény alapján hírírások egy újságíró hírszerkesztő? Általában kivesz. Mert hogy benne van az adott cég igazgatójának a megszólalása, a marketing igazgató, benne van 3-4 megszólalása, mindenki elmondja, hogy milyen a legjobb termék. Ezeket szépen kimetszi az újságíró. Hoznék is rögtön egy példát, ez egy valós közlemény, ezt sem olvasnám fel, ez volt a leadje. Tehát azért felolvasom, HyperX Kingston Technology Company, a világ vezető független memória gyártójának divíziója bejelentette, idáig olvastam fel, és egyébként kb. Ideig olvastam volna el normális esetben, hogyha nem gyűjtök példákat erre az előadásra. Tehát ez egy nagyon rossz lead, benne van, hogy a cég az vezető, meg hogy az elődje a terméknek mi volt. Hát leírtam az aljáról, hogyha annyit írnak, hogy 7.1-es virtuális térhangzást ígérő mikrofonos fejhallgatók dobott piacra Kingston, ez bőven elég lett volna, mert hogy a leadnek az a lényege, hogy ez a cím után következő kis kiemelt rész, hogy összefoglalja az írást. Nem ebbe kell elmondani mindent, ezzel szintén a cím után fel kell kelteni az újságíró figyelmét, vagy a szerkesztő figyelmét, rá kell világítani, hogy érdekes, vagy érdemes foglalkoznod ezzel, mert jó anyag lesz a vége. És hát még egy példa, hogy kaptam a Sony-tól ilyen sajtóközleményt, mert ez volt, hogy már 60 éves a Sony legelső tranzisztoros rádiója, és a Sony készítette el az első tranzisztoros rádiót 1955-ben. Mint egy ilyen jó cím, meg alcím, kettő probléma volt vele. Nem 55-ben jelent meg ez a rádió, és egyébként nem a Sony készítette. A többi stimmel. Na most ezt mondjuk megírtam a Sonynak, és visszaírták, hogy köszi. Tehát, hogy legalább ők rájöttek, hát hír nem lett belőle, mert ugye miről írjunk akkor hírt, ha két alapvető infóból kettő nem stimmel. És hát még egy érdekesség, hogy milyen hosszú legyen mondjuk egy közlemény. Hát hallottam ilyen rémhíreket, hogy még Németországban 5 oldalas közleményeket küldenek. Hát itt van az ilyen egy oldalas szerintem, ami érdemes, hogy egy-két oldalas, amit érdemes kiküldeni. Mert egy átlagos internetező látogatás során, és ez ugyanúgy igaz az újságíróra, és ugyanúgy internetezők vagyunk, tehát egy weboldal hány százalékát olvassuk el, ki mit tippel? Nem értik fel neki, tudja, 3, az tök jó, nem 20%-át, tehát mondjuk valaki leír, nem tudom, 2500 karaktert, nagyon könnyen kiszámolt, hogy 500 karaktert olvas el belőle egy átlagos olvasó az adott közleményből, és aki kifejezetten érdeklődik, mondjuk egy újságíró ez a munkája feltételező, kifejezetten érdeklődik, hát annál 28%-ra kúszik fel ez az arány, tehát hogy mindig a harmadát se olvas el a közleménynek. Ezért gondolom azt, hogy nem szabad nagyon sokat írni, nem kell mindent elmondani feltétlenül, még a közlemény szövegében sem. Egy nagyon érdekes ábra, az online szövegre vonatkozik, ugye a képernyőn eleve máshogy olvasunk, mint a papíron. Azt mutatja, hogy hány szavas online szöveg esetében mennyi százalékát olvassuk el a szövegnek. Itt 100%-nál van valahol egy ilyen 52%. Tehát ha 100 szónál hosszabb a szöveg, akkor már az olvasók fele kiesett.
Ez egyébként ugyanúgy hasznos mondjuk akkor is, hogyha valaki a weboldalára ír szöveget, szokott lenni ilyen, nem tudom, ilyen hotelek honlapján szoktam most, akkor hoteligazgató köszönt például, aki kit érdekel, tehát nem azért megyek egy szállodában, mert jó fej hoteligazgatója valószínűleg, nem olvassák el az emberek, és adott esetben becsukják, mert azt mondják, hogy jó, van erre nincs időm, nekem egy szobát akarok foglalni. És hát hogyan küldjük? Szerintem fontos médiumra szabva. Például, hogyha van mondjuk egy olyan vállalkozás, vagy szervezet, aki mondjuk helyi szintre is kommunikál, meg országos szintre is kommunikál, érdemes két külön közleményt írni, mondjuk a Békés megyei hírlapnak valószínűleg más lesz belőle érdekes, vagy az Oroskafénak, mint mondjuk egy portfolio.hu pénzügyi szakportálnak. Lehet, hogy nekik is érdekes, vagy egy HVG-nek, nekik is érdekes, csak nekik máshogy. Tehát szerintem érdemes ezzel foglalkozni, körülbelül még két órát vesz igénybe, és megírni a közleményt legalább ilyen országos és helyi szinten külön. És hogy miért érdemes ilyen jó közleményeket írni, erről tavalyi konferenciának itt volt, az hallotta a példát. Miutcánk.hu közösségi oldalt, nem tudom hányan ismerik, ez ilyen helyi, tehát mikroközösség, mikrofacebook, ha úgy tetszik. Saját szomszédainkkal léphetünk kapcsolatba mindenféle praktikus okokból, és ők szokták elmesélni egyébként minden más konferencián is, ahol rendig én ott voltam, hallottam tőlük, hogy küldtek egy nagyon jó közleményt, ami úgy sikerült, hogy kiküldte az ügynökség, egy óra múlva már hívták az ügynökséget, vagy fél óra múlva, hogy nem lehetne elérni, hogy a HVG levegye ezt a cikket, mert hogy a szervereink nem bírják a terhelést. Szóval, hogy gondolom ez egyébként mindenkinek az álma lenne, hogy olyan közleményt küldjön ki, ami után nem bírja a szolgáltatás a terhelés, mert annyira népszerű. Tehát szerintem ezért fontos odafigyelni rá, hogy médiumra szabva és jól legyen elküldve. Az illusztráció, de nem bármilyen. Szeretnék egy olyan évet, amikor nem kap olyan évet, olyan hónapot, amikor nem kapok olyan közleményt, aminek az illusztrációja a két ember kezet fog című kép, ami összesen kettő embert érdekel, ők mindketten szerepelnek a képen. Tehát ezt nem tudom értelmezni újságíróként. Péntek délután kár belefogni. Tényleg. Tehát péntek délután ne küldjünk ki közleményt. Nyilván, ha akkor van egy baleset és valaki a rendőrség kommunikátor, akkor küldjön ki, ne verje meg a hétfőt. De ami péntekkel jön, az már azon a héten jó eséllyel nem jelenik meg. Hétfőre már elfelejti mindenki, tehát az nem biztos, hogy meg fog jelenni. Az e-mail szövege, ez pedig a közlemény szövege, az a levéltestben és a csatolmányban is szerepel. Ez ilyen apróság csak, de felírtam. Készült egy ilyen kutatás, Sakkom Interaktív csinálta, ezeket a szavakat nem szeretik az újságírók. Most vannak itt újságírók is, szerintem ők rögtön ráismertek ezekre a szavakra, tehát ez a megrendezésre kerül, ilyen nincs. Valaki megrendezi, nem kerül megrendezésre. Akkor, ami még szokott lenni, hogy innovatív, kedvencem az a forradalmian innovatív, az már valami elképesztően jó dolog lehet. És mi ezzel a probléma? Hát szintén egy tech-rovatos példát mondok, van egy olyan szolgáltató, nem a Telekom és nem a Vodafone, amelyik úgy küldi ki a közleményeit, hogy vagy a forradalmi, vagy az innovatív, inkább a forradalmi van benne. És miután a negyedik ilyen e-mail jön, és még mindig csak egy új díjcsomagot jelentettek be, ami nem olyan forradalmi, utána így leszokik az ember arról, hogy még ezt elolvassa. Tehát, hogy azért nem jó ilyen szavakat beleírni, csak tényleg, ha valóban forradalmi vagy innovatív a termék, mondjuk ilyen évente egy van szerintem Magyarországon, akkor érdemes beleírni. És hát itt vannak sorrendben a kifejezések. Ez a legeredményesebb, meg leginnovatívabb, meg legjobb, meg ilyesmi. Ez persze a cég ezt gondolja magáról, és a PR-esnek, marketingesnek ez a dolga, hogy közölje, hogy a leginnovatívabb, de az újságíró biztos, hogy ki fogja venni ezt, ha jó újságíró, ki fogja venni ezt a közleményből, mert az újságnak nem dolga az, hogy reklámozza az adott céget, tehát ezt kár is beleírni. Került megrendezésre egyedülálló innovatív trendi piacvezető celeb, ez mondjuk ritka, hogy ott a forradalmi és a végén. És hát a kerülendő magatartások. Ez a felhívni az újságírót, hogy miért nem jelenik meg. Most ez odáig ért el nálam, és nem gondolom, hogy én lennék az egyedüli példa ebben. Meg a második ponttal összefügg, hogy rendszeres telefonálgatás, hogy én például két lépésben eljutottam oda, hogy nem nagyon veszem fel a telefonomat. Az egyik lépés az volt, hogy jó, ha nem küld számot, nem veszem fel. Ez szerintem sok mindenkivel megesett a telemarketingesek munkájának köszönhetően. Most már ott tartok, hogyha küldi számot, de nincs benne a telefonomba, akkor se veszem fel. De biztos, hogy valamelyik ügynökség, hogy megkaptam a közleményt, mikor jelenik meg, és ilyen tényleg ilyen egészen elképesztő nyomulás. Ez mondjuk heti egy az nem zavaró, napi négy az zavaró, és sajnos itt tart a dolog. Tehát teljesen felesleg is így nyomulni. Nyilván megkapta az e-mailt az újságíró, ha eddig megkapta 5000-szer, akkor 5001-ére is megkapja, és le fogja hozni, hogyha érdekesnek tartja.
Plusz szintén van egy ilyen érdekes helyzet, hogy megtörtént esettel alapul a történet, hogy volt egy ilyen, hogy küldött egy újságíró egy PR-es egy közleményt, mondjuk 9-kor, 9.30-kor egy e-mailbe küldte, 9.30-kor hívott, nem tudtam felvenni, 10-kor írt egy SMS-t, azért hívott, mert hogy írt egy e-mailt, és van benne közlemény. És ugye én mind a hármat ugyanazon a csatornán kaptam meg a telefonomon, és nagyon zaklatásnak tűnt, hogy már egy órán belül háromszor keres mindenféle csatornákon. És azért sem érdemes sürgetni, mert szintén a Sakkom kutatásának eredménye, hogy 4 újságíróból 3 rendszeresen spájzol későbbre. Tehát ami kedden megjön anyag, lehet, hogy azt mondja róla, hogy jó, akkor ez pénteken ragyogó szombati vezető anyag lesz mondjuk, úgyhogy várjunk még vele, majd szombaton közöljük. És hát ami még fontos, de legalsó, ez a kijátszási próbálkozás, szerintem ez sem szerencsés, hogy mondjuk az újságíró vagy szerkesztő nem úgy gondolja, hogy ez nem érdekes téma. Sokan szoktak próbálkozni, hogy nem baj, akkor majd megkeressük a főszerkesztőt és beáruljuk neki az újságírót, hogy nem akarja lehozni, pedig nézd, milyen érdekes. Hát ha normális a főszerkesztő, akkor azt mondja, hogy bocs, ezt beszél meg vele. Ha éppen ilyen mondjuk nagyon nagy haverok ezzel a valakivel, akkor azt mondja, ráparancsol az újságíró, hogy már pedig ezt írd meg. Itt azt lehet probléma, hogy az újságíró ezt ilyen fölényúlásnak kezeli, és azt mondja, hogy jó, ezt most megírom, de legközelebb valami rosszat beírok rólatok, mert milyen alapon nyúlkálsz fölé most a munkahelyemben. Tehát szerintem ezt sem olyan szerencsés csinálni. És hát ezt szeretném, hogy aki itt van, mondjuk az mindenki elsajátítaná ezt a diát, nem küldünk PDF-be anyagot, itt most mindegyik át van húzva, Word-be küldünk, de PDF-be nem. Megtörtént eset, kaptam egy 5 megás PDF-et, amit nekem a vonaton Edge hálózattal kellett letöltsek. Ez körülbelül Békéscsaba-Budapest között lejön a végén, tehát így megvan. 5 megás PDF-be egy dolog volt benne. Egy link. Ennyi. Na most, hát sejthető, tehát hogy nem örültem neki, és nem is kattintottam le. Tehát tényleg teljesen felesleges PDF-be betenni. Lehet, hogy nem látszik, aki küldi annak, viszont ez úgy néz ki a másik oldalról, hogy mikor megpróbálja az ember mondjuk Gmail-be megnyitni és kimásolni, akkor ilyen töredezett szöveg jön ki a végén. Tehát hogy semmi esetesek ugyan senki PDF-et, felesleges, és ugyan még ami probléma, hogy a PDF-ben az újságíró nem tud mondjuk ott elkezdeni dolgozni és átszerkeszteni, mert nem olyan formátum. És ami még szintén egy megtörtént eset, zipet lehet használni egyébként, de óvatosan. Volt úgy, hogy a sajtótájékoztatóhoz kapcsolódó illusztrációkat, egy 100-valahány megás zipbe kaptam meg, ami azért nem jó, mert ugye ezt nem tudja az e-mail program kezelni, ezért le kellett töltsem. Egy lassú szervere volt az adott ügynökségnek, és megláttam, hogy olyan 27 perc van hátra, úgyhogy becsuktam. Nem tudom, mi volt ebben az zipben. És még itt elmesélnék egy fontos dolgot, hogy szerintem igenis figyeljen oda rá mindenki, és fordítson rá még pár percet, amikor becsomagol valamit, hogy csomagolja ki, ilyen hangzik, csomagolja ki, és nézze meg, mi van benne, mert hogy a Microsofttól kaptam olyan közleményt, ugye a Windows-os telefonokat csinál a Microsoft, és én gyanúsan néztem a képernyőképeket, hogy ez mi. Androidos telefonokról küldtek véletlenül egy illusztrációt, tehát a konkurens platformról, és hát ő azt mondta, hogy nem volt időm megnézni, tehát hogy legyen. Úgyhogy ez a még fontos, hogy szerintem megéri azt a fáradtságot, hogy 2 perc vagy 1 perc, hogy kinyissuk, végigkattintsuk, megnézzük, jó, tényleg az került bele, akkor mehet az itt közleménybe. És köszönöm szépen a figyelmet!